Köszöntjük Önöket! A mai játékkal könnyedén megbirkózhatunk a reggeli fáradtsággal, vagy akár színesre festhetjük a délutánjainkat is. Szóljunk a gyerekeknek, hogy jöjjenek! Jó reggelt! Ébresztő! Egy perc múlva kezdődik az udvaron a hósihőjáték. Jó! Szólj Hajninak is! Hajni, ébredj! Hósihőjáték lesz! Gyere! Reggel, Dani! Most kezdődik a hósihőjáték. Gyere velünk! Jó reggelt! Kezdődik a hósihő! Tomi! Tomi! Jó reggelt! Ébresztő! Kezdődik a hósihőjáték az udvaron. Mi lesz már? Kelj fel! A hósihőjáték célja, hogy a megadott szabályok alapján egy energialabdát passzolgassunk egymásnak úgy, hogy a csoport által diktált tempóból ne essünk ki. Ha ez mégis megtörténik, vagy rontunk, akkor kiestünk. Jó reggelt! Ismételjük át közösen a játékszabályokat. Az első játékos azt mondja, hó! Miközben a földről fölemeli a képzeletbeli energiagömböt, kiegyenesedik, és a kezét a feje fölött hátra lendíti. Ezután a két közvetlen szomszédja összetett kézzel erőteljes mozdulatot tesz a kezdő játékos felé úgy, mintha egy karddal a képzeletbeli energiagömb szálát elvágná a földtől. A mozdulat közben hangosan és elnyújtva kiáltják. Majd a játék elindítója vezényszó mondásával a feje fölött lévő kezeivel lecsap, mintha átdobná az energiagömböt. A mozdulat iránya és a szemkontaktus jelöli ki azt, akinek átadja. Aki elkapta, felkiáltással indítja újra, majd szomszédai következnek, szóval pedig továbbadja. Mindezt egyre gyorsabban, egyre energikusabban. Egymásba olvadnak a kiáltások, összekapcsolódnak a mozdulatok, és kialakul egy közös tempó. Lehet kiesősen is játszani. Aki ront, kiesik. Hósihő játék után garantált, hogy mindenki tele lesz energiával, és mindent sokkal gyorsabban el tudunk végezni.